A diák szövetkezetekhez hasonlóan július 1-től a nyugdíjasoknak is lehetőségük van, hogy rugalmasan dolgozzanak. Egy új törvény értelmében a munkaadókkal a létrejövő nyugdíjas szövetkezetek kötnek szerződést bizonyos órányi munka elvégzésére. A kormány ezzel oldaná meg a munkaerőhiány problémáját. Senki ne gondolja azt, hogy ezzel az intézkedéssel a magyar munkaerőpiac összes feszültségét megoldjuk, de átmenetileg néhány 10 vagy 100 000 lelkileg és fizikailag egészséges nyugdíjast részmunkaidőben visszahozni a munkaerőpiacra, ez mindenképpen támogatandó dolog. A nyugdíjasok országos képviseletének elnöke szerint a nyugdíjasok 2/3-ának 80 000 forint a nyugdíja, ami kevesebb, mint a megélhetési minimum. Erre Földényi György szerint nem az a megoldás, hogy dolgozni küldik őket. Csak azért nem tudjuk elfogadni, mert a nyugdíjasoknak a jelenlegi helyzete és a jelenlegi életminősége nem azt hozza, hogy most szövetkezetbe küldjük őket 80-85 évesen dolgozni, hanem olyan nyugdíjat kellene kapniuk, ami az emberhez méltó életet tudjanak élni. És akkor itt is van Kórhos Lajos, az MSZP parlamenti képviselő. Jó reggelt kívánok! Egyetért Dávid Ferenccel abban, hogy ez átmeneti megoldásként jónak tűnik? Abban igen, hogy azoknak a nyugdíjasoknak egy lehetőség, akik aktívak tudnak még maradni a munkaerőpiacon, viszont a munkaerőpiac problémáit közel sem tudja ez megoldani, ebben is igaza van Dávid Ferencnek. Itt egy generálisan elhibázott munkaerőpiaci politika van, és itt az nyilvánvalóan látszik, hogy olyan szakmákban, amelyekben borzasztó nagy a munkaerőhiány, a nyugdíjas szövetkezetek nem valószínű, hogy tudnak toborozni embereket. Csak mondok példát rá, hogy borzasztó nagy a hiány informatikusokból Magyarországon, borzasztó nagy a hiány a vendéglátásban, szakácsokból, séfekből, de még szobaasszonyokból is. Hát valószínűleg senki nem gondolja, hogy az informatikus hiányt a nyugdíjasok fogják megoldani. Tehát azért mondom, hogy itt ideig óráig, aki szeretne aktív maradni, annak egyfajta segítség, de ugye visszafelé is kell egy kicsit emlékeznünk, ugye a kormány akadályozta meg, hogy nyugdíj mellett lehessen valaki a munkaerőpiacon. Először ugye a bírákra, ügyészekre kiterjesztették ezt a teljes tilalmat, utána az államigazgatásban dolgozókra kiterjesztették a teljes tilalmat, és van egy jövedelmi korlát azoknál, akik nem az államigazgatásban dolgoznak, és ugye a munkaerőpiac visszaigazolja azt, hogy erre a munkaerőre szükség van, hiszen az átlagbér másfélszeresénél többet nem kereshet. De lám-lám, a kormány le kell képes, mondani a nyugdíjáról. De lám-lám, a kormány képes az önkorrekcióra. És itt van a szövetkezetek formája, amivel gyakorlatilag közteherrmentesen foglalkoztathatók a nyugdíjasok. Így van, és akkor most két aggályomat megfogalmazom, tehát hangsúlyozom, nem rossz ez az ötlet, hogy legyen nyugdíjas szövetkezet önmagában, de amit még úgy igazából nem hallottam másoktól, ezt azért megosztanám a tévénézőkkel. Az egyik, nekem az a félelmem, hogy a nyugdíjas szövetkezetek, hogyha van benne rossz akaratú ember, akkor akár munkaerőkölcsönzőként is működhet. És ha van valamilyen káros foglalkoztatási forma Magyarországon, ez a munkaerőkölcsönzés, ezt én gyűlölöm, megmondom őszintén, mert annyira kiszolgáltatottá teszi a munkavállalókat, amelyre nem volt példa egyébként a történelemben. Tehát gyakorlatilag a munkatörvénykönyv, ami ma egyébként is eléggé rendesen átrendezte a munkaerőpiacot, és kizárólag a foglalkoztatóknak ad kedvezményeket, és nem a munkásoknak, borzasztóan kiszolgáltatottá teszi ezeket az embereket. Ez az egyik. A másik, nem kéne abból gyakorlatot csinálni, és a Földényi úrnak a félmondatához kapcsolódnék, hogy ez legyen a nyugdíjasoknak a megélhetési forma azért, mert nem kapnak tisztességes nyugdíjat. Kérem szépen, az a megállapítás az helytálló, hogy a nyugdíjasok 2/3 nem kapja meg az átlagot. Ugye az átlag nyugdíj most olyan 121 000 forint körül van. Kérem szépen, a tavasszal végezte el a KSH helyett a Policy Agenda ezt a létminimum mérést, és ebből az derül ki, hogy 1 030 000 embernek
nyugdíjasnak, bocsánat, 1.030.000 nyugdíjasnak a nyugdíja nem éri el az egyszemélyes nyugdíjas háztartás létminimumát. Én erre rákérdeztem tegnap, amikor itt volt Nyitrai Zsolt, hogy nyilván az, hogy a nyugdíjasok közül sokan nagyon kevés pénzből kénytelenek megélni, ezt nem fogja megoldani azt, hogyha elmehetnek dolgozni, mert hogy a nyugdíjból is meg kéne tudni élni, mert egy életet ledolgoztak érte, és erre az ő válasza egyrészt az volt, hogy de hát, hogy nyilván ön is hallotta, már 2010 óta összesen 23%-kal emelkedtek a nyugdíjak. Egy, a nyugdíjasokat nagyon jól érinti az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, ugye 5%-ra, és a rezsicsökkentésre a nyugdíjasok éves szinten 100.000 forintot spórolnak. Ez a kormányzati válasz. Szerkesztő azt, hogy nézze már meg az élelmiszerek első fél éves inflációs adatait. Nyilván a kenyér, ezt a kormány is látja. A kenyér, a burgonya, a tejtermékek árai 7-8-10%-okkal emelkedtek. A sertéshús áfájára csak ez az állatorvosi ló. Lecsökkentik a sertéshús áfáját, ezt érvényesítik a kiskereskedelembe, és 3 hónap múlva én azt láttam az egri piacon, hogy szépen visszakúztak az árak arra a szintre, ahol az áfa csökkentés előtt volt. De arról már nem a kormány tehet, hogyha a kereskedők ezt szép lesz, visszaemelik, nem? Hát ők annyira adják el, amennyiért tudják. Igen, csak hogy itt arról van szó, hogy ők azt mondták, hogy a piacokat ők a intézkedéseik révén befolyásolni tudják. Hát akkor tessék kikényszeríteni, hogy az áfa csökkentés megjelenjen a kiskereskedelmi árakban. Vagy ha nem tudják, akkor nem kell kormányozni. Mit szól ahhoz, hogy azzal is, az is egy félelme sokaknak, hogy felkavarja a béreket ez a nyugdíjas szövetkezeti rendszer, és szembeállítja a nyugdíjas és az aktív korú munkavállalókat? Igen, azt gondolom, hogyha, és ebben igaza van a szakszervezeteknek, azt hiszem Székely Tamás is és Kordás úr is ezt megfogalmazta, hogyha egy vállalkozás táncol azon a mezsgyén, hogy éppen nyereséges vagy éppen veszteséges, és neki van lehetősége arra, hogy nyugdíjas szövetkezeti taggal elvégeztesse azt a munkát, amit egyébként aktív foglalkoztatott korú végzett eddig el, akkor sajnos szembefordítja az aktívakat a nyugdíjasokkal, mert hogyha nyugdíjassal tölti be ezt a posztot, azután neki lényegesen olcsóbb, hiszen a közterheket nem kell utána megfizetni. Ez egy borzasztó szerencsét passzus egyébként, mint lehetőség. Hát ezért mondtam azt, hogy várjunk egy fél évet, és térjünk vissza, hogy mit mutat meg az ősz ezen a kvázi munkaerőpiacon, mert arra én azt gondolom, hogy kell lehetőséget teremteni. Most mondok egy olyan példát, még lehet, hogy ötletet is adok egy nyugdíjas szövetkezetnek, amelyre borzasztó nagy szükség lenne. Csináltak eddig is ilyen daddy-sitter szolgálatot. Ugye ez a pandantja a babysitternek, a daddy-sitter szolgálatot. Hogyha ezt egy szövetkezeti formában csinálják meg, ez biztos, hogy a piac vissza fogja igazolni, mert borzasztó nagy szükség van rá. Valószínű, hogy eddig is csinálták, csak hogy itt most legálissá válik ez a tevékenység, eddig meg ki tudja, hogy milyen formában csinálták. Összességében ugye önről lehet tudni, hogy elég sok lakossági fórumot tart. Hogyha kérdezik erről, akkor mit mond a nyugdíjasoknak, hogy mire figyeljenek nagyon, ha belépnek egy ilyen? Borzasztó körültekintőnek kell lenni. Ugye 7 nyugdíjas hozhat létre ilyen szövetkezetet, a paragrafusok között az is szerepel, hogy a szövetkezetben lévők több mint 90%-ának nyugdíjasnak kell lenni. Tehát ez a 10% azért van szerintem, hogy ott legyen egy jó könyvelő, vagy legyen egy jó ügyvezető, tehát ezt lehet nagy valószínűséggel aktív korúakkal fogják betölteni, és ez így többé-kevésbé rendjén is van. Legyen tökéletesen leszabályozva minden tevékenység, legyenek szerződések. Ezek a szerződések a jelenlegi szabályokkal kompatibilisek legyenek. A foglalkoztatási szabályokkal, az adózási szabályokkal, és még sorolhatnám, ugye a szövetkezetekre vonatkoztatva is van törvény. Úgyhogy ezeket figyelembe kell venni. Még egy másik téma, nyilván, hogyha MSZP-s politikus ül velem szemben, akkor megkerülhetetlen, hogy mit szól ahhoz, hogy akkor úgy tűnik, hogy Tóth Józsefé a főszerep a fővárosban, legalábbis ami a választási felkészülést illeti. Tegnap ez kiderült Botka László szavaiból. Nézze, Tóth József egy nagyon sikeres polgármester, és ugye az elmúlt 20 év őt igazolja. Viszont azt is meg kell, hogy mondjam, egy nagyon unikális helyzetben van. Ugye a 13. kerület, hogy már egy kicsit szakmázzak, ugye a szociológiai karakterét megnézzük ennek a kerületnek, azért merőben eltér, mit tudom én, egy 12. kerülettől, vagy egy első kerülettől.
A másik dolog, amellyel kell azt hiszem, hogy... Ez egy picit kisebbíti az ő érdemeit? Nem, tévedés ne essék, tehát ő azon túl, hogy sikeres polgármester, és pont a 13. kerületben sikeres polgármester, közel sem kisebbíti, de azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy ha Botka László arra a feladatra kéri fel, hogy hangolja össze a budapesti kampányt, hogy vegyen részt esetleg a tárgyalásokban, a szövetségi politika kialakításában, akkor én azt gondolom, hogy Tóth József a maga tekintélyével megemeli ezt az ügyet. És hát az operatív feladatokat pedig el kell végezni olyan embereknek, mert ugye egy arcot adnak ehhez az egészhez, akik a kuli munkát végzik, tehát én azt gondolom, hogy a budapesti pártszervezetünk is létrehozza majd a Budapesti Választási Bizottságot, mint ahogy országosan is megcsináltuk. És mit szólt ahhoz a változáshoz, ami Beát Molnár Zsolt kommunikációjában, ugye 6 nappal korábban még azt mondta, hogy hát ez pártállami tempó, amit Botka László követ, utána hétfőn pedig azt mondta, hogy teljes mellettélességgel kiáll mellett. Amikor ön ezt párton belülről nézte, akkor mit mondott, hogy ez így mennyire hihető ön szerint? Nézze, az a helyzet, hogy én jó nexusban vagyok mindenkivel az elnökségünkben, és én hagyd ne mondjak erre semmit most így önnek. Lehet, hogy így ez az egész egy kicsit szerencsétlen befejezés ennek a beszélgetésnek. Én azt gondolom, hogy túl kell ezen az egészen lépni, és azokkal az ügyekkel kell foglalkozni, amelyet például tegnap előtt én a Népszavában egy egész oldalas cikkben előhoztam, és még a héten is folytatom, sőt a következő héten is adok le egy-egy ilyen publikációt. Az emberek ügyeivel kell foglalkozni. Olyan sok probléma van ebben az országban, hogy valami eszméletlen, és akkor jön meg a támogatottság, hogyha látják, a társadalom nagy többsége látja az alternatívát Orbánékkal szemben. Az biztos, hogy ezt várjuk önöktől a választók, hogy velük foglalkozzanak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.